Itt vagyunk a Bajcsy-Zsirinszky utcán, a Városháza és a Nimród szálloda közötti szakaszon. Mi történik most itt, polgármester úr? Hát egy tavaszi falgalyazás valósult meg a mai napon. Tudni kell, hogy itt ezen a út szakaszon eléggé előregettek már ezek az akászfák, és sajnos egy baleset is történt, egy itt parkoló autóra a tél folyamán egy száraz ág rászakadt, és hát ezt megelőzően szerettük volna felújítani a fákat, és ez történt meg. Tehát tulajdonképpen egy olyan gajazás, ami a fák életét nem veszélyeztetik, ahogy látszik is esetleg itt a hátam mögött a vágásoknál gyönyörű szépen lekezelték a vágott részeket, és azokból a rügyekből fog majd újra hajtani a fa, az alvó rügyekből, ami a törzsön található. Tulajdonképpen itt nem messzire tőlünk már történt egy hasonló karbantartás évekkel korábban, ezt meg kellett lépnünk pontosan a fák védelmének az érdekében, meg az itt erre közlekedők és itt parkolók érdekében. Tehát akkor a fák azok nem lesznek kivágva? Természetesen nem, a fák azok maradnak, hiszen ha valaki, akkor én nagyon-nagyon óvom és védem a fákat, akik fakivágás ügyében hozzám fordulnak, azok tudják ezt a legjobban. Tulajdonképpen egy karbantartás zajlott, és még egyszer mondom, ez a fák védelmében van, hogy szépen meg tudjanak újulni. Polgármester úr, mi történik akkor, hogyha tényleg valakinek az autójára egy fa ráesik itt az önkormányzat mellett? Ki ilyenkor, ki a felelős? Hát természetesen az önkormányzat, és ilyenkor kártalanítani kell a gépjárműnek a tulajdonosát, mint ahogy ez meg is történt az említett esetben is. A helyzet az, hogy a fákba nem látunk bele, nagyon-nagyon költséges lenne minden fát végigvizsgálni, külön egy komoly vizsgálat kellene ehhez. Sajnos ilyen előfordul, akkor az önkormányzat kell, hogy fizessen, és hát ezt meg is tettük, ahogy említettem. Miért is fontos még az ilyen kár megelőzés? Hát pontosan azért, hogy ne véletlenül valamilyen baleset történjen, mert az még a kisebbik probléma, hogyha egy álló autóra szakad rá egy száraz ág, de tessenek belegondolni, hogyha ez egy arra sétáló kisgyermekes családra, vagy gyerekre, vagy bárkire, idősebbre, fiatalabbra rázuhan, ez bizony komoly sérüléseket tud okozni. Úgyhogy még egyszer hangsúlyozom, a fák nem lesznek kivágva, természetesen ez a fa sor itt marad, kivéve ott kettőt, ami egy bizonyos pályázat befejezéséhez, illetve végrehajtásához mindenképpen szükségtelen, de a fasor az marad, és reméljük, hogy rövid időn belül újra megújulnak, és mindannyiunk örömére itt díszítik ezt az utcát. Mi fog történni a város többi fájával, amelyek veszélyesek? Hát hasonlóképpen vannak olyan szakaszok, említeni tudom például a Gépgyár utcát, ahol egy csodálatos fasor van, de ott is sajnos annyira előregettek, hogy bizony a megújításukra szükség van. Ez aztán már szakmai kérdés, hogy ez részletekbe történjen meg, vagy egyszerre. Én semmiképpen nem vagyok híve a tarvágásnak, tehát nagy valószínűséggel ez egy ilyen rendszer szerint fog majd megtörténni, de ott hasonlóképpen előregedett, nagyon szép, nagyon látványos, de hasonlóképpen előregedett fákról van szó. Hát itt van egy olyan, ami mutatja, hogy a közepe teljesen el van korhadva, ez bármikor kiszakadhat volna egy erősebb vihar, az kiborítja. Ennél még korhadtabb részeket is láttam itt a reggeli munkálatok során. Szerencsére komolyabb baj nélkül megúsztuk eddig. A felső ágak voltak annyira elkorhadva, hogy az egyikből például itt a munkások elmondása szerint közel 200 denevért sikerült egy odúból kimenekíteni, amit aztán a természetvédők természetesen elvittek, de el lehet képzelni, hogy milyen szinten voltak elkorhadva. Tehát ez is mutatja, hogy, illetve igazolja, hogy bizony ezeket a munkálatokat időnként meg kell valósítani az, hogy biztonságban lehessen itt közlekedni, egyáltalán élni. Köszönjük, polgármester úr! Köszönöm az érdeklődést!